A felettébb motivált linciek ellen az egyesben a kínaiak nélküli európai ranglistát vezető cseh illetőségű Polcanova ellen a vele összekerülő szekszárdi légiósnak, sem Paskalajtjének, sem a szemmel látható a jó formában lévő védőstílusú ukrán Bilenkónak nem volt, nem lehetett esélye a győzelembe, egy játszmát tudtak mindössze elvenni tőle. A budapesti világbajnokságon az egyesben a legtovább, két győzelemmel a 32-ig eljutó Madarász Dóra ugyan le tudta győzni a káprázatos dolgokra, de egyszerű labdavesztésekre is képes japán Hamamotót, de ezzel ellőtte valamennyi puskaporát a szekszári csapat első számú játékosa, persze csapattársai is elvesztették a soron következő meccseiket. Így a visszavágón 6-1-re nyert az erősebb csapat, a Linz AG, a kinti 6-3-as győzelem már semmit sem, legfőjebb szép emléket jelentett. Szerencsésen alakult kint, ez az igazság, a japán lány megsérült, és onnantól nem tudott játszani, cserére voltak kényszerülve, aki ugye nem tudta úgy helyettesíteni, így éltek a reményeink a 6-3-mel, de a valóság az az, hogy a 6-3-as vereség is nekünk bravúr lett volna ma. Nem játszottunk rosszul, büszkék vagyunk a lányokra, ennyi volt bennünk, a Linz jobb csapat volt, teljesen megérdemelten nyerték meg, így 6-1 arányban is a mérkőzést, úgyhogy gratulálunk nekik. Gondolom, hogy nem kell se túl, se alul értékelni, minden kupát megnyerni szép, a szekszárd egy erős csapat, azt gondolom, hogy a mai 6-1-jel azért bebizonyítottuk, hogy mi azért talán erősebbek vagyunk. A Superliga idei döntőjében a svéd védőstílusú Bergström ellen elvesztett meccsek tették esélytelenné a szekszárd AC-t. Őt az első meccsen nem tette be a csapatba az osztrák klub magyar vezetőedzője Harci Zsolt, vagy nem volt még megfelelő állapotban. Mivel a páros az elején már elment, egy győzelemre még mindenképpen szükség lett volna a japán ellen, mert az ázsiaiak nélküli európai ranglistát vezető cseh Polcanova olyan magas szintet játszott, hogy senkinek sem adott esélyt. Tehát érezni, hogy elment ez a hajó. Ha a Dóra meg tudta volna azt a meccset nyerni, akkor megmaradtak volna a reményeink a további mérkőzésekre is, bár akkor se úgy gondolom, hogy mi nyertünk volna, mert a szett arányunk borzasztó gyenge volt, ahogy haladtuk a meccsbe előre, sok volt a 3-0, tehát érezni lehetett, hogy még hogyha három meccset nyerünk, még az is kevés lett volna, hogyha két meccs alapján összeadottak volna, ugye ez a szett számolás következett volna, az is kevés lett volna. Az az igazság, hogy ma nem volt bennünk több, ennyi volt bennünk. Eddig jutottunk, én azért örülök, hogy döntőt tudtunk játszani. A Linz meg jobb csapat. Ennyi történt ma. A szekszárd AC siker korszakában az elmúlt 3 évben egyszer már elhódította a közép-európai szuperkupát, egyszer már volt döntős, mint most, és lett ezüstérmes, egy bronz is összejött. A megszűnőben lévő sikercsapat az idei szezon zárásaként júliusban a magyar bajnokság 3. megnyerésével tenné emlékezetessé a közelgő búcsút.